De azt szeretném kérni elnök úrtól, hogy támogassa meg a Fideszes többséget is azt, hogy a Koszovóban történt eseményről, amikor egyszer hallgattunk rögtön utána egy zárt meghallgatást, hogy erre térjünk vissza, mert a kollégákat ért sérülések, azoknak a körülményei, ami a sajtóba keringenek, szerintem nem megnyugtatóak. Itt konkrétan arról van szó, hogy két embernek végtag amputálása van állítólag, és ezek között van olyan is, ami elkerülhető lett volna. Szóval ezeket a kérdéseket szerintem jó lenne tisztázni. Szeretném, hogyha ezt napirendre tudnánk venni. Szeretném, hogyha a Gidrán kaposvári eltűnt gyárával kapcsolatban is tudnánk valamikor valami meghallgatást tartani. És a harmadik pedig végezetül elnök úrnak szól egy név szerinti levél Kucsera Miklós Bévi alezredestől a belügyi érdekegyeztő tanács munkavállalói oldalának elnökétől, amit ön itt a bizottságülésen elmondta, hogy nyitott arra, hogy az érintettekkel beszéljen majd a szakszereti, illetve hát a rendvédelmi szervek rekreációs és egyéb oktatási intézménynek eladásával kapcsolatban, hogy augusztusi levélre nem kapott még választ, hogy elnök úr tud-e arra ígéretet tenni, hogy személyesen fogadja a munkavállalói oldal elnökét ebből az ügyben.